Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Önkormányzati választások június 9-én. Tóparti sokadalom Solt Vadkerten. Az Arany János utcai óvoda családi napja. Sok diákolimpiai siker. Május 6-án délután 4 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az egyéni jelölteknél a június 9-i önkormányzati választásra. Ismét két polgármester jelölt van Solt-Vadkerten. A betöltendő 8 egyéni listás mandátumért 12 vadkerti jelölt indul. Köszöntöm a Solt-Vadkerti Televízió nézőit. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokról, annak menetéről szeretnék egy pár szót beszélni. Először is azzal kezdeném, hogy május 6-án lezárult a jelöltállítás időszaka. Megvannak a polgármester jelöltek, az önkormányzati képviselőjelöltek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek is, és ezzel együtt természetesen az európai parlamenti és a megyei közgyűlési listák is összeálltak. Solt-Vadkert város honlapján egyébként a jelöltjeink névsora olvasható. A helyi választási bizottság a sorsolást is elvégezte. Tudomásom szerint, és ahogy itt nézem a honlapon, már olyan sorrendben vannak egyébként a jelöltek felsorolva, ahogy a szavazólapon is szerepelni fognak. Ha megengedik, akkor most felolvasnám a jelöltek név sorát, amit még egyszer mondom, a soltvadker.hu oldalon, a választások menüpont alatt is elérhetnek, de azért azt gondolom jó, hogyha tudunk róla. Felsorolnám a jelölteket. Először a polgármester jelölteket fogom felolvasni. Temerini Ferenc, a Fidesz-KDNP közös jelöltje, illetve Meggyes Attila Jenő független jelöltként indul. Képviselő jelöltek Solt-Vadkert város önkormányzat képviselőtestületébe. Rákóczi Zoltán, Fidesz-KDNP, Molnár Elvira, Fidesz-KDNP, Szabadi Lívia, független, Kőszegi László, független, Gilik Péter, Mi Hazánk mozgalom jelöltje, dr. Posgai Boglárka, Fidesz-KDNP, Ritter Imre, Fidesz-KDNP, Galántai Norbert, Fidesz-KDNP, Lantosné dr. Maier Zsuzsanna, Fidesz-KDNP, Sztojka József, független jelöltként indul, Kárász András, Fidesz-KDNP, és Zsikla Tamás, Fidesz-KDNP. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjelöltjei, Rostás Dóra, Cselekvő Romák Nemzetiségi Konvenciója, Kővári Attila, szintén Cselekvő Romák Nemzetiségi Konvenciója, Kolompár Gábor, Cigányközösségek Szervezete, Farkas Ibolya Erzsébet, Cigányközösségek Szervezete, Balázs Melinda, Cigányközösségek Szervezete, Kovács Zoltán, Cselekvő Romák Nemzetiségi Konvenciója, Sztojka Márió, Cigányközösségek Szervezete, Kőváriné Szász Anna Mária, Cselekvő Romák Nemzetiségi Konvenciója, és Farkas Sándor, Cigányközösségek Szervezete. A német nemzetiségi képviselőjelöltek, ők mindannyian a német önkormányzatok Bács-Kiskun megyei szövetsége jelölésében indulnak. Ritter Imre, Szemlaki József, Köhler János, Köhlerné Schisler Ágnes és Ritter Péter. Ezek lennének a jelöltjeink. Ahogy őket felolvastam, ők már így fognak szerepelni egyébként a szavazólapon ebben a sorrendben. A választások napja, mint az bizonyára mindannyian tudjuk, június 9-e vasárnap. A szavazókörök a szokásos módon reggel 6 órától este 7 óráig várják a választókat, akik egyébként már postai úton meg is kapták a választási értesítőket. A választási értesítőkön szerepel, hogy ki melyik szavazókörben szavazhat. Aki nem kapta meg ezeket az értesítőket, vagy egyébként bármilyen kérdése lenne a választásokkal kapcsolatban ezen június 9-i hétvégéig, az nyugodtan érdeklődjön a polgármesteri hivatalban, e-mailben, telefonon, vagy akár személyesen is. Elmondanám szavazóköreinket, amikben változás ugyan nem történt, de nyilván jó, hogyha felfrissítjük ezeket az információkat. A Bocskai utcai óvodában, az Egyesített Szociális Intézményben, a Művelődési Ház dísztermében, a Művelődési Ház könyvtártermében, a Tűzoltószertárban,
illetve a bölcsőde épületében várják a szavazókat a munkatársaink. Nagyon nyomatékosan kérnék mindenkit, hogy a szavazás napján a szavazókörbe személy azonosító okmányt mindenképpen hozzon magával. Az egyik a lakcímkártya, ami nem választható, illetve nem is pótolható mással. A másik pedig a személy azonosításra alkalmas okmány, ami lehet a személyigazolvány, ideiglenes személyigazolvány, útlevél vagy jogosítvány. Egyébként azt is el kell mondanom, bár lehet, hogy a hírekből már hallották, és a honlapunkon is fönt van, hogy az okmányirodák vasárnap, egész nap várják azokat, akik elveszítették a személyigazolványukat, eltűnt, szavazni szeretnének, kapnak ideiglenes személyigazolványt gyakorlatilag perceken belül, és nyugodtan utána elmehetnek a szavazókörbe szavazni. Mindenképpen meg kell említeni, hogy ez a választás mind a választópolgároknak, mind pedig a szavazatszámláló bizottságok tagjainak bonyolultabb és kicsit megterhelőbb lesz, mint egy átlagos választás, hiszen most önkormányzati és európai parlamenti választásokat is tartunk egy napon. Az önkormányzati választások eleve kicsit bonyolultabbak, mint a parlamenti választások, hiszen itt rögtön több szavazólapot kap az ember, még az európai parlamenti választások szavazólapján kívül is. Lehet szavazni egy szavazólapon a polgármesteri jelöltekre, egy másik szavazólapon az önkormányzati képviselőkre, aki valamelyik nemzetiséghez tartozónak vallotta magát, az roma vagy német szavazólapot is fog kapni, és a megyei közgyűlés tagjaira is lehet szavazni. És emellé kapja még meg minden választópolgár az európai parlamenti választások szavazólapját is. Az európai parlamenti választáson, illetve a megyei közgyűlésen csak listára lehet szavazni, így aztán csak a pártok és mozgalmak, szervezetek nevét fogják látni a szavazólapon, jelöltek nevét, tehát személyneveket nem. Értelemszerűen a polgármester az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati szavazólapon neveket fognak látni, majd abban a sorrendben, ahogy az előbb felolvastam. Talán érdemes elmondani, hogy mindenki csak egy polgármester jelöltre szavazhat, egy megyei közgyűlési és egy európai parlamenti listára. Nagyon fontos azt elmondani, hogy több szavazó fülke lesz, tehát többen tudnak egyszerre szavazni, pont azért, mert mi is tudjuk, illetve fölmérték azt már országos szinten is a szervezés folyamán, hogy lassabban fog valószínűleg ez menni. Többet kell esetleg gondolkozni, jobban oda kell figyelni. Én mindenkit csak arra tudnék bátorítani, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjaitól kérdezzen meg mindent, gondoljon át mindent alaposan, ne foglalkozzon azzal, hogy ez most egy picit több időt vesz igénybe. Azt gondolom, hogy itt Soltvadkerten egyébként is rendben le fog menni este 7 óráig a szavazás. Nincs itt annyi szavazásra jogosult, hogy ne lenne idő arra, hogy nyugodtan, megfontoltan nézzük át azokat a szavazólapokat, és aztán megfontoltan szavazzunk arra, akire egyébként szeretnénk. Minden választáson előfordul az a kérdés, hogy hogyan tud az szavazni, aki egészségi állapota vagy valamilyen mozgásszervi elégtelenség miatt nem tud bemenni a szavazatszámláló bizottsághoz, nem tud bemenni a szavazókörbe. Mint minden választáson most is lehet mozgóurnát igényelni, többféle módon. Ügyfélkapun, postán, személyesen vagy meghatalmazott útján folyamatosan lehet a mozgóurnákat igényelni. Ez a folyamatosság mondjuk annyit jelent, hogy postai úton, június 5-én szerdán 4 óráig be kell, hogy érkezzen ide hozzánk, nyilván csak Soltvadkertről tudok beszélni, a választási irodához ez a kérés. Személyesen viszont a szavazást megelőző pénteken 10 óráig be lehet hozni ezt a kérelmet, vagy be lehet küldeni meghatalmazott útján. 10 órakor ezt a listát lezárjuk. Azért kell lezárnunk, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak szombaton este ellenőrzésre, vasárnap pedig, hogy magukkal vigyék a szavazókörbe, ezen az összes olyan jogosult, aki mozgóurnát kért és kaphat, szerepeljen. Viszont a szavazás napján, 6 órától, amikor megkezdődik a szavazás, egészen 12 óráig még a szavazatszámláló bizottságnál lehet kérni a mozgóurnát. Nyilván, aki mozgásában akadályozott, az valamiféle meghatalmazott útján fogja ezt kérni, rokona, szomszédja, tehát lehet ezt még kérni aznap is, és ki fognak menni természetesen a szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnával. Én is sok szeretettel köszöntöm a Soltvadkerti Televízió nézőit. Ahogyan azt már Jegyző úr felvezetőjéből is kiderült, a június 9-i választásokon az Európai Parlament magyar tagjaira, a Vármegyei Közgyűlés tagjaira,
a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre, illetve a nemzetiségi önkormányzatok tagjaira fogunk majd szavazni. A választásra jogosultak köre és az átjelentkezés szabályai kismértékben, de ugyan eltérnek a három választástípus esetében. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, aki Magyarországon lakcímmel vagy tartózkodási helyjel rendelkezik. Ezen kívül választójogosultsággal rendelkezik az az Európai Unió más tagállamának polgára is, aki külön kérelmezte, hogy a magyar listára szeretne szavazni. Abban az esetben, hogyha valaki a választás napján külföldön tartózkodik, kizárólag az Európai Parlament tagjainak választása esetében kérheti a külképviseleti népjegyzékbe történő felvételét, és ez esetben a magyarországi külképviseleten adhatja le a szavazatát. Szintén csak és kizárólag az Európai Parlament tagjainak választása esetében van lehetőség arra, hogy valaki, aki sem Magyarországon, sem pedig az Európai Unió más tagállamában lakcímmel nem rendelkezik, kérje a nyilvántartásba vételét. Ők lesznek az úgynevezett levélben szavazók. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, illetve a vármegyei közgyűlés tagjainak választásán választójogosultsággal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, aki Magyarországon lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkezik. Ezen kívül választójoga van az itt menekülként elismert vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, illetve, ahogy azt már az előbbiekben említettem, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakcímmel rendelkező polgára is. A helyi önkormányzati képviselők választásán a névjegyzékbe automatikusan bekerül az az Európai Uniós polgár, aki Magyarországon lakcímet létesít, tehát visszautalva az előzőekben elmondottakra, csak és kizárólag az Európai Parlament tagjainak választásához kell külön nyilatkozatot tennie. A nemzetiségi választásokon annak a polgárnak van választójoga, aki külön kérte az adott nemzetiség választói névjegyzékbe történő felvételét. Az átjelentkezés szabálya is eltérőek a három választás esetében. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán abban az esetben lehet a lakóhelyétől távol szavaznia valakinek, aki 2024. február 11-ig tartózkodási helyet létesített. Ez egy nagyon fontos szabály, hiszen csak és kizárólag ebben az esetben kérheti, és csak is a tartózkodási helyére. Ez vonatkozik a nemzeti önkormányzati képviselők választására itt is. Itt viszont számolnia kell azzal az átjelentkezőnek, csak akkor tud a választójogosultságával élni, amennyiben a tartózkodási helye településén is kitűzésre került az adott nemzetiségi önkormányzati választás. Az Európai Parlament tagjainak választása esetében a szabályok megengedőbbek, hiszen itt az ország területe egy választókerületnek minősül, így tehát bármely településre lehetséges az átjelentkezés. Ha tehát valaki a választás napján mondjuk egy üdülésen tartózkodik, valamilyen üdülőterületen, vagy egyszerűen csak elutazik, és ezt már előre tudja, akkor kérheti az átjelentkezését, és ebben az esetben kizárólag csak is az Európai Parlament tagjainak választására érvényes ez az átjelentkezés. A helyi önkormányzati választás esetében marad a lakóhelye szerinti névjegyzékben. Szerintem fontos lehet még arról is beszélni, ugye említetted, hogy bonyolult lesz az a választás, hogy melyik szavazólapon hány jelöltre szavazhatnak az állampolgárok? Igen, teljesen igaz. Ahogy említettem, két polgármester jelölt van itt Soltvadkerten. Értelemszerűen azon a szavazólapon egy jelöltre lehet szavazni. A Soltvadkertváros Önkormányzat képviselő testületében 8 képviselő kerülhet, hiszen a polgármesterrel együtt vannak ők 9-en, tehát a képviselő jelöltek közül 8-at lehet választani. A német nemzetiségi önkormányzati szavazólapon 3 szemét lehet választani,
A roma nemzetiségi önkormányzat szavazólapján 5 szemét lehet választani. A megyei közgyűlés, illetve az európai parlamenti választásokra szolgáló szavazólapon pedig egy-egy szervezetet, pártot vagy listát lehet választani. A szavazás úgy történik, hogy a jelölt vagy a szervezet neve mellett szereplő körbe 2 egymást keresztező vonalat húzunk. Amennyiben több szemét jelölünk meg, jelesül mondjuk a nagy önkormányzat képviselői közül nem 8, hanem 9 vagy 10 személyre húzzuk be az X-ünket vagy a keresztünket, akkor sajnos az egész szavazólap érvénytelennek minősül. Ha viszont a lehetőségnél kevesebbet választunk, tehát mondjuk a 8 helyet csak 5-öt, 6-ot vagy 7-et, akkor az a szavazólap ugyanúgy érvényes, egész egyszerűen akkor tudomásul veszi a választási eljárásokról szóló törvény, hogy az a választópolgár nem kívánt minden jelöltre szavazatot leadni. Bár az aljegyzőasszony által elmondottak első hallásra bonyolultnak tűnnek, ez azzal jár, hogy maga a választási eljárás is bonyolult ebben a körben. Én mindenkit arra biztatnék, hogy a saját élethelyzetét mérje föl. Nagyjából mindenki tudhatja, akár már most, akár a következő hetekben, hogy hol, milyen körülmények között fog tartózkodni június 9-én vasárnap. Arra biztatok mindenkit, hogy menjen be a lakóhelye szerinti választási irodába, magyarán a polgármesteri hivatalba, egész egyszerűen mondja el, hogy milyen helyzetben, hol lesz 9-én, és akkor egyszerűen segíteni fognak ezen szabályok alapján. Nyilván ez az útmutató arra jó, hogy nagyjából tervezhessük a dolgainkat, de egész nyugodtan kérjenek segítséget, és ott végtelenül egyszerűen segíteni fognak minden polgármesteri hivatalban. Ugye elmondtad, hogy már mindenki megkapta az értesítést a választásokról. Előfordulhat, hogy valaki nem kapta meg? És ha igen, akkor mi a teendő? Sajnos mindig előfordul. Szintén azt javaslom, hogy jöjjön be ide a polgármesteri hivatalba, akár jó magam, akár aljegyzőasszony, akár pedig Farkasné Vozorádi Anita anyakönyvvezető, aki egyébként a választási rendszer nagyon fontos része egy Soltvadkerten. Fogunk tudni segíteni, ha mi nem tudunk segíteni, akkor folyamatosan a kormányhivataltól, a területi választási irodától segítséget kérhetünk, vannak útmutatóink, vannak adatlapjaink, amiket ki lehet tölteni, ezeket mind-mind oda tudjuk adni a választópolgároknak. Senkinek nem kell magának kitalálnia azt, hogy mi a teendője. Nyilván vannak erre útmutatók. Szerintem most már folyamatosan mennek azok a választási reklámok, amik kifejezetten a választási eljárással kapcsolatosak. Van egy www.választás.hu honlap. Én jó magam már többször láttam, nagyon jól megszerkesztett honlap, nagyon egyértelműek egyébként a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok. Gondolom mindenki ismeri ezeket az úgynevezett GIK, gyakran ismételt kérdések. Vannak különböző olyan letölthető, vagy akár online megnyitható útmutatók, amiket a választópolgár is tud használni. Nem bonyolultan vannak megfogalmazva, nagyon sok segítséget jelentenek. Akinek pedig ez mégsem elegendő, mert nyilván nem kell ahhoz választási eljárásban elmélyült embernek lenni, hogy az ember a választásokon részt tudjon venni, akkor egész egyszerűen jöjjenek be ide, és mi segítünk. A tóparti sokadalom Soltvadkerten hagyományteremtő céllal induló rendszeresen megrendezésre kerülő tóparti vasárnapi program, amelyen különleges termékekkel és minőségi portékákkal várnak mindenkit. A debütáló esemény időpontja május 19-e pünköst vasárnap. Május 19-én tóparti sokadalom néven egy program kerül megrendezésre a Vadkerti tó partján. Honnan jött maga az az ötlet, hogy egy ilyen programot életre hívja? Az alapkoncepció gondolata az közösen a kolléganőmmel, Szabó Zsuzsival együtt fogalmazódott meg. Sokat beszélgettünk piacokról, rendezvényekről, kézműves vásárokról, amivel ő rendszeres piacra járó, mint árus. És mindig beszámolt, mesélt, hozott portékákat a rendezvényekről, és egyszer gondoltam rá, hogy miért nem szervezünk egy ilyet itt Soltvadkerten is. Ő nyitott volt rá, úgyhogy szerencsére segítőre találtam, úgyhogy ketten közös erővel hoztuk most tető alá az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt. Bízunk benne, hogy ez majd rendszeressé tud válni a jövőben. Havonta minden hónap harmadik vasárnapját tűztük ki célul, hogy ekkor tartanánk meg tóparti sokadalom néven futó rendezvényünket.
amely úgy állna össze, hogy itt a mögöttem található kerékpárúton jobb és bal oldalán végig árusok fognak felsorakozni. Most már jelenleg több mint 45 környékbeli és akár még messzebbről is ide látogató különböző portékákat árusító kézműves termelők, őstermelők, magánszemélyek fognak eljönni, aminek az lenne a lényege, hogy jellemzően ezek adalékmentes alapanyagokból készült termékek, gyógynövényeket legelt, kecskék tejéből előállított fűszeres sajtók, egyéb készítmények, rétesektől elkezdve minden megtalálható lesz, de a keramikus művész, a textilek, a ruhaanyagokból és egyéb újrahasznosított tárgyakból készült, akár ajándéktárgyak is megvásárolhatók lesznek. Maga a helyszín kiválasztása hogyan történt? Miért esett pont erre a részre? Hiszen annyit tudni kell erről, hogy nem a strand területén van, ugye? Igen. Az volt a célunk, hogy mindenképp egy természetközeli helyszínt keressünk. A tópart és a tó környezete önmagában is feltöltődésre alkalmas, akár piac nélkül is. Hogyha ezt megspékeljük még egy ilyen jó hangulatú délelőttel, akkor szerintem garantált a siker. Az volt a célunk, hogy nyári időszakban is meg lehessen tartani ezt a rendezvényt, ezáltal kerültünk ki a magáról a strand területéről, így elkülönítve tud egyszerre akár a strand is üzemelni, és mellette nem zavarva a strandot, illetve a kempinget, itt vasárnap délelőttönként a piac is, mert pont ez a parkoló terület, ami azt tapasztaltam, hogy csúcs szezonban is, csak vasárnap délutánra telik meg, így a két rendezvény, illetve a két egymás mellett párhuzamosan futó funkció az nem zavarná egymást. A napi program hogyan áll össze, illetve értesülhetnek-e internetes oldalakon, bármilyen forrást kereshetnek-e majd az érdeklődők? Igen, jelenleg a Tóparti Sokadalom nevű Facebook oldalunkon osztunk meg minden a rendezvényhez kötődő információt. Igyekszünk az összes termelőt itt előzetesen bemutatni, fotókkal illusztrálni, tájékoztatást adni a várható nem csak programokról, hanem a konkrét termékekről is. Illetve maga az ütemezése a programnak az igazándiból reggel 9-től délután 2-ig azonos, tehát folyamatosan lehet jönni, nincs egy kötött programrend. Az árusok már 7-8-kor elkezdenek bepakolni, hogy mire ide reggel 9-re az első vevők megérkeznek, már teljes legyen a készültség. Biztosítva lesznek a sörpadok, asztalok, ahol le lehet ülni, kényelmesen elfogyasztani a megvásárolt árut, kóstolni. Csapolcsörünk lesz, termelői borok, szörpök, gyümölcskészítmények. Úgyhogy gyakorlatilag minden korosztályt várjuk. Gyermekek részére állatsimogató, légvár, lovaglás biztosított, úgyhogy igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy a családosok számára is adott legyen az, hogy nem csak egy rutinszerű, gyors, akár gyermek számára unalmas tevékenység legyen a bevásárlás. És mindemellett ugye közel a termelők, illetve konkrétan a termelőktől lehet vásárolni, így úgy gondolom, hogy az árfekvése is ezeknek a kézműves portékáknak az kedvező lesz. Úgyhogy előzetesen Facebookon, illetve akár e-mailben is, hogyha további jelentkezők lennének, akkor várjuk a toparti.sokadalom@gmail.com címen az érdeklődőket, és gyakorlatilag megtalálnak minket ezeken a fórumokon. A szervező munkálatokról mondj valamit, milyen stáb szükséges egy ilyen program megszervezéséhez, vannak-e segítőid? Egyelőre kis stábbal működünk, meglátjuk, hogy hogy sikerül az első, második rendezvény. Igyekszünk a marketingre most kellő figyelmet fordítani, úgyhogy az első alkalommal fotó, videó és minél több alapanyag fog készülni a másodikat előkészítve. Úgyhogy hosszú távban gondolkozunk, célunk lenne majd, hogy akár egy országos ismertségre szert tegyen ez a rendezvény. Sok piacon jártunk, ilyen Balatonfelvidéki ember lévén az egyik legismertebb ilyen kézműves piacot, az gyermekkoromtól láttam, hogy organikusan hogy nőtte ki magát ez a káptalantóti piac. Azt úgy gondolom, hogy sokan ismerik, úgyhogy az számomra egy jó minta és előképként szolgál. Úgyhogy elég nagy évű elképzeléseink vannak, akár helyi üzemek,
létesítése itt az utcában, a környéken, akár egybefűzni üzemlátogatásokkal, borászatokkal, és szeretnénk majd idővel a felnőttek számára is aktív programokat, kikapcsolódást szervezni, szabadtéri színház, beszélgetések a termelőkkel, hogy akár tényleg legyen realitása annak, hogy több napra ellátogassanak nyári szezonon kívül, részben emiatt a rendezvény miatt ide a környékre is eltöltsenek egy pár napot nálunk vadkerten. Ha meg kellene fogalmaznod, hogy ennek a programnak mi az üzenete, miért jöjjenek ide az érdeklődők, akkor hogyan tennéd meg? Aktív kikapcsolódás a természetben és egészséges, jó minőségű árukból elkészített ételek fogyasztása. Jó hangulat, baráti hangvétel és kikapcsolódás. Idén is megrendezték a hagyományos családi napot az Arany János úti óvodában. Az eseményre a gyerekekkel együtt anyukák, apukák és nagyszülők is érkeztek. A mai napon egy családi napra vártátok a gyermekeket és a hozzátartozókat, a szülőket. Milyen hagyományai vannak az óvodában ennek a programnak? Üdvözlök mindenkit! Ez már hagyományosan, hogy hanyadik, ezt már nem tudom elmondani, de valószínűleg sokadik családi napot tartjuk a mai napon, amit minden évben így április végén, május elején szoktunk megtartani. És azt kell tudni a családi napunkról, hogy gyakorlatilag ide nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik most ide járnak az óvinkba, illetőleg nem csak az ő szüleiket, hozzátartozóikat, hanem ilyenkor már hívogatjuk azokat az óvodásokat is, akik esetlegesen a leendő óvodásaink lehetnek a jövő évtől, illetőleg a bölcsisek is el szoktak jönni, ők is nézelődni szoktak, itt szeretik nagyon, hiszen ugye egymás mellett van az óvodánk és a bölcsidénk, úgyhogy szoktak egymásnak köszöngetni a gyerekek. Milyen szervező munkálatok előzték meg a programot? Ezt az SMK szervezi együtt az óvodával, és igazából mindenképpen szoktunk ugye süteménnyel szolgálni a gyerekeknek, innivalóval szolgálni a gyerekeknek, ezt mind az óvodás szülők szokták behozni, édes sósüteményeket, illetőleg ami még nagyon fontos, hogy a gyermekek körömére szoktunk zsákba macskát árulni, ami majd itt lesz zsákba macska árulás is, illetve ugye mindenféle kézműves játékokkal, vagy kézművességgel és mindenféle akadályjátékokkal várjuk a gyerekeket, illetőleg várják az óvónénik a gyerekeket, illetőleg a mostani évben egy kicsit újdonság, mindig az óvónénik szoktak valamilyen programot szervezni és táncolni, vagy valamilyen előadást tartani, és most úgy gondoltuk, hogy a hetet hét színházat fogjuk elhívni, és ők táncházzal fognak nekünk itt, és a gyerekeknek és a szülőknek kedveskedni. Kik a segítők, milyen stáb dolgozik azon, hogy jól érezzék magukat az ide érkezők? Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenkor az egész óvoda megmozdul, mind a szülők, mind az óvónénik, dajkanénik, hiszen mindenkinek a segítségére számítunk, ilyenkor már reggeltől sürgésforgás, nagy sürgésforgás van itt, és ugye 9 órától várjuk a szülőket, gyerekeket, és 12 óráig tart a mai napunk. Beszélünk arról a helyszínről is, ahol vagyunk, az udvarban vagyunk, az óvoda udvarában, miért ez a helyszíne, és hát kiváló az idő is arra, hogy jó program legyen. Igen, és el kell, hogy mondjam, hogy egész héten azon imádkoztunk, hogy ma jó idő legyen, mert ugye tudjuk azt, hogy gyakorlatilag hét elején visszatért az ősz, sőt, majdnem azt kell, hogy mondjuk, hogy téli időjárásunk volt, és sokan, a gyerekek is a csoportokban minden nap ünnepelték a süsfelnapot, mi is a gyermekkel otthon, illetőleg itt is az óvodában, de gyönyörű időnk lett, és nyilván azért az óvodának az udvara, mert hogy ugye várjuk a tavaszt, itt van a tavasz, és az időnk is kegyes lett hozzánk. Hogyan látod az óvodásoknak, a szülőknek, mennyire fontos az, hogy legyenek ilyen közösségépítő, közösség összetartó rendezvények? Tekintettel arra, hogy ez hagyomány, és mindig azt veszük észre, hogy évről évre többen jönnek, többen vannak, egyre többen választják. Eddig is népszerű volt az óvodánk, de megint azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre többen választják óvodánkat. Ezért én azt gondolom, hogy a szülők is kitesznek magukért, és minden segítséget felajánlanak nekünk ahhoz, hogy ez a nap jól sikerüljön. Most az Aranyoviban vagyunk, de ugye az összes
intézmény vezetője vagy? Mennyire fontosak az ilyen közösségépítő programok, mint a mostani családi nap? Szerintem nagyon fontosak mindenkinek az intézményünkben, ezért mind a három intézmény tart ilyen programokat. A következő épp a Bocskai utcai óvoda lesz június 15-én, ők is egy családi délelőtre várják majd a gyerekeket. Ugyanúgy, mint most mi itt a bölcsödével összefogva, az egész, mind a két intézmény itt képviselteti ma magát. A leendő óvodásokra gondoltatok-e? Vannak-e ilyen szempontból programok a szülők, gyermekek számára? Hogyne, természetesen. A héten voltak az ovi, illetve bölcsöde nyitogató délutánjaink. Nagyon örültünk, mert sok szülő meglátogatta ezt a programunkat. Mind a három intézményben tartottunk, illetve adtunk lehetőséget a szülőknek a betekintésre. Kérdezhettek is, tájékoztatást is kaptak, illetve a gyerekek nagyon jól érezték magukat, ahogy én láttam a foglalkozások során. Milyenek a visszajelzések egy-egy ilyen program után? Általában pozitív visszajelzést kapunk. A gyerekeken már látjuk, hogy jól érzik magukat, és ez nekünk nagyon sokat jelent, de a szülők is pozitívan állnak hozzá. Ezt gondolom abból is, hogy sokan eljönnek, és megtisztelnek minket a jelenlétükkel ezeken az alkalmakon. Közeledik a tanév, hogyan tudnád értékelni az intézmények működését? Mennyire voltak nehéz percek, mennyire voltak örömteli pillanatok? Én azt gondolom, hogy gyerekek között lenni csak örömöt jelent. Egész évben voltak programjaink, mindenféle ünnepségen részt vettünk, programokat készítettünk, tartottunk gyerekeknek, szülőknek. Én pozitívan értékelem a tanévünket. Vannak kihívások, aminek meg kell felelni? Hogyan látod? Január 1-én vettem át a posztot, tehát én is most tanulok bele. Igyekszem megfelelni mindenféle kihívásnak. Nem könnyű, de rajta vagyok, hogy eleget tegyek mindennek. A tanév végeztével lesznek-e programok, működnek-e az óvodák, a bölcsödék, hogyan várjátok a gyermekeket? A június utolsó két hetében tartjuk meg iskola előkészítő foglalkozásainkat a nagycsoportosoknak. Mielőtt elmennek iskolába, minden évben megtartjuk ezt a két hetet. Utána pedig júliusban, illetve augusztusban felváltva a két óvoda fog ügyeletet tartani, tehát az egész nyarunk le lesz fedve, a gyerekek tudnak jönni. Akinek anyukája, apukája dolgozik, annak természetesen ez biztosítva lesz. Hogyan látod, mennyire szükséges a nyári működés, mennyire igénylik a szülők? Minden évben van természetesen nyári óvodánk, és igénylik is a szülők. Aki ugye dolgozik, annyi szabadsága nincs, hogy lefedje az egész nyarat, ezért oldjuk meg mi is így a nyári szünetet, hogy minél több gyereket tudjunk fogadni. A következő tanévre látsz-e már esetleg gyermeklétszám irányvonulakat, mennyi gyermek lesz itt az óvodában, hogyan tudjátok őket fogadni? Akkor most megragadom az alkalmat. Május 6-ától 10-ig van a beiratkozásunk, illetve a bölcsödei előjegyzés az intézményekben. Erre várjuk a szülőket. Igazán erről akkor tudok majd nyilatkozni, ha megtörténik a beiratkozás. Lesz a nyár során felújítás az intézmények épületében, lesznek-e fejlesztések? Igen, készülünk ilyen fejlesztésekre. Az önkormányzat biztosítja erre az anyagi fedezetet, mint fenntartó. Ebben az épületben például a csoportszobáknak a padlózatát fogjuk cserélni, de minden intézményünkben lesz valamilyen szintű felújítás. Kiváló eredményt ért el a soltvadkerti Kotthenc Olivér a sakk diákolimpia küzdelmeiben. A fiatal sakkozó a harmadik korcsoportban, az 5.-6. osztályosok között a Kecskeméten márciusban megrendezett vármegyei döntőt megnyerte. Az országos döntőt Budapesten rendezték meg, ahol a 27 sakkozó közül Olivér korosztályában országos diákolimpiai bajnok lett. A soltvadkerti sakkosok rendre jó eredményeket érnek el a különböző versenyeken. Legutóbb a diákolimpián értek el szép sikert. Kotthenc Olivér révén mondj valamit arról, hogy hogyan, milyen gyakorlással, milyen szép eredményt értetek el. Nagyon sok munka van emögött, a teljesítmény mögött. Nem csak a heti rendszerességű egyéni foglalkozás, nem csak a csoportos foglalkozás,
révén érjük el ezt az eredményt, hanem Olivier óriási szorgalma is kell ehhez. Plusz a szülők állandó szerepvállalása, állandóan egy olyan készenléti állapot, hogyha versenyre megyünk, akkor ők a hétvégéket felszabadítják, de visszatérve Olivierre állandóan munkálkodik a különböző sakk portálokon, felületeken. Van egy alapfelületünk, ez a sakk.hu, ahol ő már olyan szinten játszik és olyan szintet ér el, hogy nem nagyon van párja a saját korcsoportjába itt a városon belül, de aztán kiderült a megyén belül se, sőt, országon belül se a saját kategóriájában. Melyik kategóriában indult és milyen eredményeket ért el? A hármas korcsoportban indult Olivier. Először megnyerte a megyedöntőt, ez egyéniben 5 mérkőzést jelentett, veretlen maradt az 5 mérkőzés folyamán, és így, hogy megnyerte a Bács-Kiskun vármegyei küzdelmeket, mehetett az országos döntőre képviselve nem csak városát, megyéjét is, és ott a 19 vármegye bajnokkal találkozott, az 5 fővárosi bajnokkal, és a rendező a meghívás jogán 3 sakkozót jelölt ki. 27-en voltak a mezőnyben, és ebben voltak FIDE értékszámos versenyzők is, FIDE értékszám nélküliek. Olivier döntően a FIDE értékszám nélküliek mezőnyével kellett volna, hogy találkozzon, de 3 ellenfele is FIDE értékszámmal rendelkező volt. Egyiktől sem szenvedett vereséget, sőt, a 3. kiemelt ellen mindjárt az első fordulóban győzedelmeskedett, és az első kiemelt se tudta őt legyőzni. Az országos döntőn is veretlen maradt. Ez jelentett ott 7 mérkőzést, egy nagyon nehéz, és végig Olivier nagy koncentráltságot követelő napon. Melyik játszma vagy játszmákat tudnád kiemelni, amiken nagyon jó teljesítményt nyújtott, illetve szükséges volt a komoly felkészülés a háta mögött? A edzőket, kísérőket nem engedték be a versenyterembe, de természetesen Olivierrel átbeszéltük a lehetséges befejezéseket. Ő részletezte, hogy éppen hol tartott. Minden győzelme mögött egy óriási, ahogy mondtam, koncentráltság volt. Az utolsó fél percekben, 20 másodpercekben hozta a meccseket. Volt, amikor elégnek bizonyult az, hogy döntetlen a mérkőzés, és az is volt állás szerint, ahogy Olivier részletezte, és amikor feszült volt nagyon a helyzet, és tudta, hogy győzelemre kell játszani, például az utolsó forduló, amihez a bronzérmes helyről rugaszkodott neki, tudtuk, hogy ha győz, akkor meg lehet egy nagyon szép, kiváló eredmény, győzött az utolsó 20 másodpercben. Arra érem. Említetted, hogy nagyon sok munka van emögött, de hogyan kell elképzelni ezt a munkát? Hány óra hetente, mennyi gyakorlás, tudtok-e bármonnan meríteni esetleg segédanyagokat, amivel fel lehet készülni ilyen komolyan? Olivier könyveket is használ, ahogy mondtam, a különböző sakkportálokat, chess.com, sakk.hu és chess24.com, tehát mindenféle felületek állnak rendelkezésre, de feltétlen kiemelném a sport hátteret. Olivier kiváló labdarúgó is, és a kettő kihívás, a sakk és a labdarúgás egymást erősítő hálózatban gondolkodó folyamat, mindkettő egy matrix jellegű gondolkodást követel, és Olivier erre teljesen alkalmas, nagyon jó képességekkel rendelkező, óriási szorgalom, ezen minden megfordul, és őnála egy nagyon szerencsés állapot van. Én jeleztem annak idén szülőnek, édesanyám, amikor Olivier óvodás volt még, mert óvodáskora óta foglalkozom vele, hogy tehetséges a fiú, és feltétlen számolok vele, mint sakkozóval. Mennyire népszerű a sakk Soltatkerten, milyen csapattal tudsz dolgozni? A sakkozók, akik végül is bekapcsolódnak itt a sakk vérkeringésébe, általában meg is maradnak sakkozónak. Aki nem jelentkezik, nyilván más területen próbálja ki magát, próbálja is ki magát. Valamilyen területen mindenki tehetséges. Első osztályostól 8. osztályosig vagyunk. A létszámunk 30 fő körül mozog évente. Nagyon kevés a lemorzsolódó. Idén leginkább a felső tagozatosokra számíthattam, és ő belülük állt össze egy olyan csapat, akik aztán nem csak a vármegye bajnokságot nyerték meg, hanem utazunk Szombathelyre, majd jövő hónapban az országos csapatdöntőre is.
Gratulálok a szép sikeredhez. Mondj valamit arról, hogy hogyan sikerült az első fázist megnyerned a Bács megyei döntőt, hiszen ott a legjobbnak bizonyultál Bács-Kiskunban. Köszönöm szépen. Hát a Bács-Kiskun megyei sakverseny már az is nagyon nehéz volt, de sikerült tovább jutnom 0 vereséggel. És... melyik volt a legnehezebb játszmád a megyén belül? Hát a megyén belül nem volt annyira nehéz, inkább az országos volt a nehezebb. Jött az országos megmérettetés, ott több játszmád volt. Milyenek voltak az ellenfelek, mennyire kellett felkészülni? Az ellenfelek nagyon jók voltak. Nekik volt élőpontjuk, ami nekem még nem, de a jövőben nekem is lesz. És hát nagyon izgultam, de sikerült megnyernem azt is 0 vereséggel. Az edződ úgy mondta, hogy sokszor az utolsó percen belül sikerült eldöntened egy-egy játszmát. Mire kell olyankor odafigyelni, hogy végül te nyerj? Hát az utolsó pár percben már sietni kell, gyorsan gondolkodni, és próbáltam mindegyik meccsből a legjobbat kihozni. Vannak-e kedvenc játszmáid, amiket szeretsz, vagy példaképet például, akiktől tanulsz, és tudod követni az ő lépéseiket? Példaképpen nincs nagyon, de szoktam nézni nagy sakkozókat is, az ő játszmájukat, eredményeiket. Egy szakmai kérdés, mi a kedvenc nyitásod? A király, vagy E4. Hogyan látod, meghatározza akár a menetét egy sakkjátszmának, hogyha jól nyitsz, és követed azokat a pontokat, amit esetleg edzésen gyakoroltatok? Igen, ez nyilvánvaló. Volt-e már korábban hasonló sikered, vagy eddig a sakkban ez az eddigi legnagyobb? Eddig igen, ez a legnagyobb eredménye, amit sikerült elérnem. Azt is tudjuk rólad, hogy szeretsz sportolni, labdarúgóként is aktív játékos vagy. Mennyire lehet a sakkot és a labdarúgást összemosni egymással? Hát a labdarúgásból is koncentrálni kell minden egyes lépésre, mint a sakkban, és ezért segíti a sakk a focit is a koncentrációban. Mennyit, hogyan tudsz gyakorolni a sakk mérkőzésekre hetente, esetleg otthon tudsz-e gyakorolni? Hát szinte minden nap gyakorlok, játszok egy-két menetet, amit le is elemzek egyből utána. Hogyan látod a terveidet a sakk kapcsán? Van-e még terved? Mit szeretnél elérni, illetve szeretnél-e részt venni majd komoly versenyeken? Hát mindenféleképpen igen. 8. után is még tervezek járni versenyekre, és igen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.